Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánunk! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Önöket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Országos Szövetségének a közös rendezvényén, közös konferenciáján, amely a közteherviselés modernizációja címet viseli. Jó magam, Lentner Csaba, egyetemi tanár vagyok, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Országos Szövetségének a főtitkár helyettese. Szeretném bemutatni a mai rendezvénynek a házigazdáit. Tisztelettel köszöntöm dr. Somos Katalin főigazgató asszonyt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főigazgató asszonyát. Nagy József főosztályvezető urat, az elnöki kabinetnek a vezetőjét, tagját. Dr. Tóth János urat, a GTTS-nek a főtitkárát. És szeretettel köszöntöm házigazdát is, és egyúttal a mai első előadót, dr. Varga Árpád elnökhelyettes urat. A kávészünet utáni, tehát a elnökhelyettes úr előadása utáni következő előadás dr. Vágújhelyi Ferenc elnökhelyettes úr részéről hangzik el, ő később fog hozzánk csatlakozni. Ennek a mostani rendezvénynek alapvető missziója az, hogy a jól kormányzott állam jól működő fiskális politikájának intézményi kereteket adó Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely a költségvetési jog, az adóbeszedési jog és a vonatkozó törvények által rendelt támogatások vonatkozásában magyar állampénzügyek működésében meghatározó szerepet tölt be, tehát a jól kormányzott államnak a része. Ez a szakmai módszertan a Gazdálkodási és Tudományos Társaságon keresztül, annak tagságán keresztül, illetve a rendezvényen résztvevő Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóin keresztül közkincsé váljon. Tehát egy tudástranszfer, egy tudásmisszió az, ami ennek a rendezvénynek a célja. A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének tehát küldetése az, a megalakulásától kezdve, hogy a velünk együttműködő civil és állami szervetekkel együtt, azok szellemi erejével, eszköz- és kapcsolatrendszerével szolgálni kívánjuk a tagságunkat, a szakmai közösségeket. A legújabb tudományos és szakmai ismereteket konferenciáink és szakmai fórumaink keretében országos szervezetként rendelkezésre bocsátjuk, tehát az információkat, szakmai, módszertani ismereteket eljuttassuk a tagságunkhoz, szakmai körökhöz. Rendezvényeken kérjük a résztvevő szakemberek észrevételeit, véleményeit, melyeket ajánlás formájában évtizedek óta eljuttatunk a döntés előkészítő és a döntéshozó szervek részére, tehát a kormány, illetve az országgyűlés számára. Ez a rendezvény, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen rendeztünk meg, folytatja azt a nemes hagyományt, miszerint évek óta szervezzük a konferenciáinkat tematikusan, hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban és a globális világban. Tehát előadások, vitasorozatok, amelyek keretében ez a 106. konferenciánk, tehát a 106. konferenciánk, és hát reményeink szerint ez a rendezvény is hozzá fog járulni a jól kormányzott állam működéséről szóló, működését tartalmazó ismereteknek a transzferjához. Úgyhogy megköszönöm a
lehetőséget, hogy a GTTS nevében, hogy itt lehetünk és közös konferenciát rendezhetünk. A mai nap tematikusan úgy épül föl, hogy Varga Árpád elnökhelyettes úr kezdi az előadását, ő tart egy 40 perces, 60 perces előadást, utána egy szünetet tartanánk, majd a körünkbe megérkezett Vágóhelyi Ferenc elnökhelyettes úr pedig a szünet után tartja meg az előadását. Én az a kérésem, hogy figyeljük, kövessük az előadásokat, jegyzeteljünk, és lehetőség lesz arra is, hogy szükebb, illetve nyíltabb körben véleményt cseréljünk az előadásokat követően. Köszönöm.